A feketétől a világos szürkéig különböző árnyalatokra festették a Szavária Múzeum új állandó kiállításának helytadó teremfalait. A felújítási munkák nagy része befejeződött. Az intézmény munkatársai a napokban a műtárgyak helyét mérik fel. Szembetűnő a változás. Olyan modern installáció kerül a korábbi tárlat helyére, amely megfelel a 21. századi igényeknek. Falak is dőltek ki, természetesen nem a tartófalai az épületnek, de a két nagy teremből több kisebb helység lett, ugye ezzel a különböző korszakokat is érzékeltetve, és ami nagyon fontos, hogy természetesen a digitális technika is megjelenik itt a kiállító térben, és nagyon sok érdekesség fogja várni a látogatót. A beruházás 40 millió forintba kerül. Ennek közel felét az önkormányzat fedezi, és ugyanekkora összeget nyert a múzeum két pályázaton. Nem csak kívülről újul meg a kiállítás, hanem tartalmában is bővül. Többek között egy újkőkori forgatható idoltestet is felállítanak, amelyet a gyerekek kedvükre mozgathatnak, öltöztethetnek. Kiemelt eleme lesz a kiállításnak a padlógrafika, amelyen a régi korok útépítési technikáit mutatják be. A nyomvonal egyúttal időszalagként is szolgál majd. Egy-egy helyiség egy-egy korszakot mutat be. A különböző időszakoknak inkább a különböző háztartási egységeit fogjuk bemutatni. Nyilván a háztartáshoz nem közvetetten egy ilyen étkező asztalt kell elképzelni, meg nem egy konyhai háztartást, hanem a kultuszélet, a mindennapi életnek és a ceremoniális eseményeknek a helységeit is. A kiállítás várhatóan a nyár közepén nyitja meg kapuit a látogatók előtt.